Elsősorban a kiskertek tulajdonosait várták a 26. alkalommal megrendezett rotáció expóra, amelyet hagyományosan a kertészeti szezont megelőzve szerveznek minden év márciusában. A kertészeti és mezőgazdasági kiállításon a legkorszerűbb, hatékony és környezetkímélő technológiákat mutatták be az érdeklődőknek. A barátom szeretne venni egy rotációs kapát, és én elkísértem, mert tatai vagyok, ő meg tatabányai. Nekem van már, úgyhogy én nekem nem kell, és más meg egyelőre nem. Csak ide jöttünk megnézni közben a kiállítást. Hát nagyon jó dolgok vannak. Én nekem is van 1600 négyszögről területem, hát ott azért muszáj. Minimum egy ilyen kisebb kapa, úgyhogy őnek is olyan 1000-1200 körül van, úgyhogy elengedhetetlen. Ennélkül nem lehet. Ez nagyon hasznos, kell az ilyen kiállítás, hogy az ember jobban tájékozódjon, hogy itt vannak. Mert bemegy a boltba, ott azért nem lehet így látni a dolgokat, kérdezősködni kell, stb. Tehát itt azért jobban körül lehet nézni. Tudtuk, hogy van ez az expo is, mindenféleképpen akartunk venni egy ilyen fűnyírót, ami hatásos a kertbe, meg a füvet lenyírni. Van egy másik, de az nem ilyen tartója van, hanem sima, és hát azért mindig össze kell gereblézni a füvet, mert mit tudom én, és hát úgy gondoltuk, hogy most olyat veszünk, ami kényelmesebb. A céltudatos vásárlók mellett diákokat is látni a kiállított termékek között. Az újúti diák otthon lakóit minden évben elkísérik tanáraik, hogy testközelből is megnézhessék a kertészeti gépeket, eszközöket. Minden évben eljönnek a gyerekek az iskolánkból, ugye tudva a levő, hogy a mi iskolánkban az újúti diák otthonnak ismert iskolába kerti munkás tanulókat is képeznek. Én a műszaki tárgyat oktatom nekik elméletből, és ez nagyon jó alkalom arra, hogy itt a tanult ismereteket valóban itt be lehet mutatni viszonylag kis területen, de nagyon sokféle változatát. Tetszik nekik, hát ugye itt szembesülnek azzal, amit itt órában írunk vázlatot, meg amit be tudunk ott mutatni a lehetőségeinkhez képest, és itt megszembesülnek azzal, amit ott ugye írunk és rajzolunk az órán. A kétnapos programot színesítette Gáborec István fafaragó művész bemutatója is, akit munka közben nézhettek meg az expó látogatói.